Volt szerencsém megismerkedni egy kiváló szerzőpárossal, Krajcer Péter és Tabár Istvánna, akik egy olyan dalt szereztek nekem, ami nagyon közel áll hozzám, és nagyon szívesen énekelem, és a modern és divatos hangzása mellett a szövege is olyan, amivel az emberek tudnak könnyebben azonosulni. Mindenképp szerettük volna, hogy klip legyen mellé, hogy jobban tudjanak azonosulni a nézők vele, és jobban meg tudják érteni a történetét. A dal üzenete az, hogy az igaz szerelem és a pillanatnyi vágy között próbál különbséget tenni, és ezt próbáltuk még jobban átadni a klipbe. A legutóbbi klippemet ugye 2 éve mutatták be, és én úgy gondolom, hogy egy énekesnőnek nem annyira könnyű, mint például egy zenekarnak, hogy jó dal találjon, jó szerzőkkel találkozzon, és szívesen is énekelje azt. És hát voltak fellépéseim, és folyamatosan szerencsére vannak is, és voltam egy tehetségkutató műsorban, egy kereskedelmi tévén is. Az éneklés mellett mestersminkesnek tanulok, úgyhogy ez is nagyon érdekel, és ezzel is szeretnék foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy hozzá tartozik ehhez a szakmához is, és modellkedem is. A legközelebbi fellépésem június 18-án lesz, Miss Royale szépségversenyen. Nagyon sok előadó van ugye, és egyre nehezebb szerintem ez a szakma, és egyre nehezebb ebben a szakmában megmaradni. És hát tényleg türelmesnek kell lenni, nagyon nagy kitartásnak, és olyan emberekkel kell megismerkedni, akik tudnak segíteni a továbbiakban, és hát szerencsésnek is, és tehetségesnek vagyok.